Halottja van mindannyiunknak, hisz percről percre temetünk, vesztett remény mindenik percünk, és gyászmenet az életünk, mondta Adi. Hozzánk tartozik a gyász, a könnyek, a szenvedések, a fájdalmak éppen úgy, mint az öröm ragyogása a mosolygó tekintetekben. Csak az nem érti a gyászt, aki még nem szeretett, akinek nem fáj a veszteség, elvesztése annak, aki életének örömét és fényét adta. Csak az nem tud gyászolni, akinek nem hiányzik senki. Emléked örökké a szívünkben. Olvassuk sok helyütt a sírfeliratokon. Örökké. Csak amíg élnek az emlékezők. Csak addig, és nem tovább. Az emlékezés ezért kincs. Kincs, mert a szeretet élteti. Minden emlékezés arra int bennünket, hogy egyszer mi is emlékké válunk majd valakinek a szívében, és aztán majd minket is elfelejtenek. Memento mori. Emlékezz a halálra, a halottakra. Ez a középkori latin mondás ma aktuálisabb, mint valaha. Védtelenek és gyávák vagyunk. Lusták és konformisták. Kosztolányi majd 100 évvel ezelőtti írása jut eszembe. Így ír. A temetőkben nem láttam kisembert. Mindenki megnő. A gonosz már nem gonosz, a csúf megszépül, a kétszínű egyenessé válik. Eltűnnek a földi grimaszok. Milyen igaz. Keresünk valamit? Keressük a soha fel nem tett kérdésekre a válaszokat. Keressük a nyugalmat, a helyet, ahol mindenki csendben van, ahol valami véget ér és valami elkezdődik. Keressük a választ az életre, a halálra, a múltra és a jövőre. Miként az életünkhöz, úgy a halálhoz való viszonyunkban is egyre több a formalitás. Pedig az emlékek felidézéséhez még csak ki sem kell menni a temetőbe. Egyszerűbb azonban holmi szertartást elvégezni, mint sem elővenni olykor fényképeket, elmesélni néhány történetet, felkeresni az elhunyt barátait, rokonait. Ám valljuk be, úgy érezzük, hogy ez a mai kicentizett világunkba nem fér bele. De ne feledjük. A halottak napja nem pusztán a szomorúságé. A veszteség fájdalma mögött ott van egy szikrányi öröm és hála. Lehetőségünk van adni azoknak, akik már nem kérhetnek tőlünk semmit. Jó érzés, amikor a virágok és a gyertyák tengerében a családtagokkal együtt emlékezünk, és tudjuk, hogy a hűvös, novemberi alkonyon a félhomályt a mi szeretetünk teszi fényessé. Csendes állapot ez. Békés, nyugodt. Méltó élethez és halálhoz.